tudjuk, hogy a mozgásszegény életmód nagyon sok komoly problémát okozhat, mégsem vesszük mindig komolyan, és nem teszünk ellene, pedig nagyon fontos lenne. A mozgásszegény életmód szinte minden életkorban negatív hatásokat produkál, és szinte minden szervrendszerre, akár a lelki egészség megőrzésében nagy szerepe lehetne, akár a szív- és érrendszeri megbetegedésekben. Természetes, hogy az elhízás, az anyagcserezavarok problémájában, de nagyon kevesen gondolunk arra, hogy például az ízületi problémákban, a tartási rendellenességekben, a csontritkulás megelőzésében, az emésztési folyamatokban, vagy például daganatok megelőzésében, vagy a légzés funkció javításában is a mozgásnak nagyon komoly szerepe lehet, így a mozgásszegény életmód ezeket a folyamatokat bizony nagyon komolyan ronthatja. Nem veszünk egyszerűen tudomást arról, azt gondoljuk, hogy csak az életkor előre haladtával fokozódnak majd ezek a problémák, illetve hát egy abszolút magyaros mentalitás, hogy amikor gond van, amikor probléma van, akkor majd az egészségügy lesz az, és majd az orvosok lesznek azok, akik megoldják a problémáinkat. Ez sajnos nem így van, sokkal nagyobb ma már az egyén felelőssége abban, hogy hogyan őrzi meg az egészségét, vagy akár hogyan nyeri vissza. A mozgás talán a legolcsóbb, legkiadósabb és leghathatósabb eszköz arra, aminek mind a megelőzésben, mind a gyógyításban, mind pedig a rehabilitációban nagyon-nagyon komoly szerepet kap. Magyarországon nem csak a cukorbetegség, hanem Isten igazából azt gondolom, hogy az elhízás következményei, és ezáltal a cukorbetegség egy nagyon komoly oki probléma, és hát nagyon komoly gondot okoz. Itt mindenképpen, mint anyagcserezavar, és mint az elhízás egyik következménye, főleg a hasi típusú elhízásnak az egyik következménye, nagyon komolyan veendő. Az elhízást még nem veszik komolyan az emberek, azt viszont, ha már cukorbetegek lesznek, vagy szív- és érrendszeri problémájuk lesz, vagy megfenyegeti őket az orvos, hogy magas a koleszterin vérzsír szintje, vagy magas a vérnyomása, vagy kialakul egy köszvény, azt már esetleg hajlandó komolyan venni. Az, hogy kinek hova rakódik a felesleges zsír, az a genetika következménye, viszont hogyha tudjuk, hogy sok szív- és érrendszeri megbetegedés, cukorbeteg volt a családunkban, akkor mindenképpen érdemes a hajlamot már eleve figyelembe venni, vigyázni arra, hogy ne alakuljunk ki nagy testsúlytöblet, ne legyünk elhízva, az egészséges táplálkozás és a mozgás na ebben alapvető szerepet játszik. A Power Plate fantasztikus eszköz megint csak abban, hogy a cukorbetegeket is, illetve az elhízásbeli problémákat kezeljük. A hasi típusú elhízás az, ami különösen veszélyeztetett, és különösen nagy problémát okoz, hiszen a szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegségek ebben a típusú elhízásban a leggyakoribbak, illetve itt alakulnak ki. Külön kell itt választanunk a cukorbetegség esetében az egyes típusú fiatalkorban jelentkező inzulinfüggő cukorbetegséget, amit nem tudunk meggyógyítani, hiszen itt az inzulinnal való kezelés nélkülözhetetlen. Viszont a mozgásnak itt is hatalmas szerepe van, és a Power Plate egy nagyon rövid idő alatt nagyon aktív mozgástevékenységet tud kivitelezni. Éppen ezért nagyon fontos, ugyanis ezeknél a betegeknél az inzulin igényüket tudjuk nagyon nagy mértékben csökkenteni, és a szövődmények megelőzésében, az érszükületes problémáknak a kialakulásában nagyon-nagyon jó eszköz lehet a kezünk. A mozgás náluk nélkülözhetetlen, sokkal jobbak az anyagcsere konstellációink, az anyagcseréjük ezeknek a betegeknek, hogyha mozognak, és pontosan tudják, hogy adott mozgással milyen inzulin igény csökkentés és milyen diétás megszorítás tartható, hiszen ők abszolút tisztában vannak az ő anyagcsere helyzetükkel. A kettes típusú, vagy időskorinak is nevezett, sajnos ma már egyre korábbi életkorban jelentkező cukorbetegségnél, ettől talán még többet tehetünk a cukorbetegek egészsége érdekében a Power Plate-tel, hiszen itt akár a testsúly normalizálása, akár ugye az inzulinigénynek a csökkentése, minél később váljanak például inzulinfüggő cukorbeteggé, ez nagyon sokat számít. A másik, ami nagyon fontos lehet, hogy eleve csökkenti esetlegesen a vércukorszintjüket, az inzulin hasznosulását növeli, és az inzulin rezisztenciának a kialakulását gátolja, tehát a sejtekbe való inzulin
protein bejutást nagyon jól tudja segíteni a mozgás. Egy fekélyes láb, egy viszeres láb, egy cukorbeteg láb esetén például vannak olyan sporttevékenységek, amelyek kifejezetten még inkább súlyosbítják a helyzetet. Egy rossz futócipő, egy rossz mozgásforma még csak rosszabbá teheti. A Power Plate-tel például nyugodtan tudjuk ezeket a betegeket is kezelni, javítva a nyirok elvezetésüket, tágítva az ereiket, a keringésüket. Ezeknek a lábszárfekélyeknek akár például a gyógyulását várhatjuk és remélhetjük egy ilyen kezeléssel.